A koronavírus járvány miatt elrendelt szünetben került a Nyíregyháza Spartacus kispadjára Gálhidi György, aki segítőivel Huszár Gézával és Szatke Zoltánnal az MLS által bejelentett könnyítéseket követően azonnal elkezdte a munkát a csapattal. Bajnoki meccset értelemszerűen nem, de 4 edzőmérkőzést már játszott a Spari, a Szolnok, illetve Sényő elleni dupla találkozók mérlege 3 győzelem és 1 vereség. Persze ilyenkor nem az eredmény az elsődleges szempont, igaz, a szakember nem bánja, ha viszont látja a pályán az általa kérteket. Közben megfogyatkozott a keret, Pejovics, Patvaros, Szekszárdi és Forgács szolgálataira jövőben nem tart igényt a klub. Viszont érkeztek próbajátékosok, akik igyekeznek meggyőzni az edzőket és a vezetőket. Az volt a fő szempont, hogy megismerjük a játékosokat. Minél jobban, minél alaposabban ismerjük meg őket, hogy felelősséget tudjunk dönteni arról, hogy esetleg vannak távozók, vagy kire számíthatunk bajnok, vagy feljutásért harcoló csapatot tekintve. 4 játékostól búcsúztunk el az eddigi időszakban, és hát ahogy mondtam, hogy alaposan próbáltuk őket szemrevételezni, több szempontból is megfigyelni, de a legfőbb szempont mégis az volt, hogy az eddig, amit produkáltak itt a csapatban a tétmérkőzéseken az elmúlt időszakban, elmúlt évben, másfél évben, illetve aki télen érkezett, hogy abban a pár hónapban azon a 7 mérkőzésen mit nyújtott. Ez alapján búcsúztunk el a Pejovicstól, a Patvarostól, a Szekszárditól, és még az is lehet, hogy fogunk még távozókat találni. Hornyák Marcell a bajnokság lezárásakor 15 találattal a gólövő lista élén állt. A támadót nem viselte meg a kényszerpihenő, mivel a 4 edzőmeccsen 4-szer talált az ellenfél kapujába. Ez a 7-7 azért egy futballistának elég borzasztó. Az, hogy nem tud a csapattársakkal edzeni, nincs itt a zöldgyepen, ugye labda nélkül kell otthon tréningezni, ez azért eléggé megvisel szinte minden egyes játékost. Már nagyon vártuk azt, hogy újra kezdjük a munkát, persze vártuk az edzőmeccseket is, nyilván azt szeretük volna, hogyha folytatódik a bajnokság, de sajnos ezt itt lezárták. A csapatkapitány Fodor Ferenc szerint könnyebbséget jelent majd a nyári felkészülés kezdetén, hogy ezekben a hetekben már megismerik a szakmai stáb elvárásait. Az első edzésen is érezhető volt már, hogy más a koncepció, ugye nagyon koncentrált és pontos kimért edzések vannak, ez átragad szerintem a társaságra is, már a játékon is, ugye az elmúlt edzőmeccseken is látható az, hogy sokkal fegyelmezettebbek és koncentráltabbak vagyunk, nyilván átalakuláson megy keresztül a keret, de én azt gondolom, hogy az elmúlt eredmények tükrében ez várható volt, és bízom benne, hogy a következő idény az sokkal sikeresebb lesz, mint az utolsó néhány meccsünk. A Spari a jövő hét végéig marad edzésben, majd rövid pihenőt kapnak a játékosok. A 2020-21-es idény a tervek szerint augusztus 2-án rajtól, így június végén indulhat újra a munka a nyíregyházi csapatnál.